Azt mindannyian tudják, akik ebben a teremben ülnek, hogy egy magasabb rendű élőlény élete a megtermékenyülés pillanatában kezdődik, amikor egy petesejtét és spermium örömteli módon találkozik egymással, megtörténik a megtermékenyülés, és kialakul az a bizonyos egysejt, amelyik nem más, mint a zigóta. Úgy tessenek elgondolni, hogy ez az az egy sejt, amelyikből a testünket alkotó körülbelül 10-14 sejt fölépül. Azt mindenki tudja, csak úgy, mint ahogy az előző gondolatot, hogy egy petesejtben egy kromoszoma garnitúra van, egy spermiumban egy kromoszoma garnitúra van, és akkor lényegében tehát arról beszélünk, hogy két kromoszoma garnitúra egyesül azért, hogy egy leendő élőlény genetikai alapjait meghatározzák. Na most attól az egy sejtől kiindulva a cél az, hogy legyen két sejt, négy sejt, nyolc sejt, stb. Végeredményben 10-14. És mindenki látja azt is, hogy ez a folyamat az úgy történik, hogyha most erre az egy sejtre szegezzük a tekintetünket, hogy először az ebben lévő DNS-2 spirál megkettőződik, és akkor ebből az egy kromoszombából lesz két lány kromatida, ugyanúgy ebből, mindegyikből. A 2×23-ból mostan csak egy párat, illetve egy másik párat raktam ide föl, aminek az eredménye az lesz, hogyha ezek meglehetősen pontosan szétválnak, a mitózis során lesz belőlük kettő ugyanolyan, mint ez, és akkor az eredeti 7 sejből lesz 14, 24, vagy 28, stb. És ez így megy elvileg sokáig. A helyzet az, hogy ha azt mondaná az ember valakinek, hogy azt a mutatványt, hogy tudnélik egyből csináljon kettőt, és ezt a kettőt igazságosan ossza szét a két leánysejt között, akkor ez mérnökök szerint is csak nem lehetetlen. Na most ezt megcsinálni 46-tal, hogy egyből két ugyanolyan keletkezzen, ez a világnak az egyik óriási nagy csodája. Nem túl nagy meglepetés, hogy megmegesik az is néha, hogy hiba következik be ebben a folyamatban, és mondjuk ez a kromoszóma innen elveszett, és kialakul egy olyan sejt, amelyik a megszokottakkal szemben más, ebből egy kromoszóma hibázik, és hogyha ez a sejt ezt a tulajdonságát képes tovább örökíteni, annak általában nincs jó vége. Ha ez a kromoszóma, ami elveszett, nagy, akkor a sejtek elpusztulnak, ami nagyon jó, mert van belőlük éppen elég, legalábbis a fiatalokban. De hogyha ez rövid, mint például a 22. kromoszómánk, akkor ez egy ketyegő bomba, amelyikből valamiféle daganat alakulhat ki a későbbiekben. És egyáltalán jegyezzük meg azt, hogy minden olyan állapot, amelyettől a normálistól eltér, az valamiféle veszélyt hordoz magában a sejtre és az élőlényre nézve is. Aztán természetesen az is megtörténik, hogy a sejtosztódás úgy zajlik rendellenesen, hogy mostan ebben a megszokott kettővel szemben három lesz, ezt már ismerjük, ezzel most nem beszélünk, erről most nem beszélünk, és akkor tudjuk azt is, hogy ha egy sejt kromoszómát nyer, akkor általában elpusztul, de hogyha ez a nyert kromoszóma rövid, akkor ez a sejt túlélhet, és ezt a tulajdonságát, hogy ugyanabból a kromoszómából három van neki, örökítheti utódjaira is. Erre mutatok gyorsan egy példát. Ez az embertársunk a 21. kromoszómából hármat hordoz a jobb tenyerében, és az a jellegzetes, a Down-szindrómásokra mindenki által ismert egy redőny alakul ki a megszokott helyet. Vagy itt van például ez a kisasszony, akire tetszenek látni, hogy ez a szeme az Down-szindrómás, a másik szeme pedig tökéletesen épp. És hát az sem nagy titok, hogyha azt elárulom, hogy azokból a sejtekből, amelyekben a megszokott kettő helyet három van ebből a 21. kromoszómából, szeretnek egyfajta leukémiás daganatok kialakulni. Hol is tartottunk? Ott, hogy azt a mutatványt megcsinálni, hogy egy megkettőződött kromoszómát a két leánykromatidával valahogyan felsorakoztatok, és majd ezeket a leánykromatidákat a mitózis során szétválasztom, az nem kis mutatvány. Különösen nem az, hogyha tudomásul veszük azt is, hogy egy-egy leánykromatidából az ember esetében ezeknek a kábeleknek, kinetokor mikrotubulusoknak a száma, az valahol olyan 28-30-40 között szokott lenni,
És tessenek elgondolni, hogy micsoda egy fantasztikus dolog az, hogy a sejtjeink képesek arra, hogy az ebből a sejtközpontból jövő összes kinetokor mikrotubulus az mindehhez a centromerhez csatolódik, az összes többi az pedig ehhez. Tehát tulajdonképpen azt értük el ezzel a masinériával, hogy mindegyik ide, mindegyik oda. És hogyha ez sikerül, akkor lehet azt elérni, hogy a két kromoszóma tökéletesen válik szét, az egyik az egyik sejtbe, a másik sejtbe jön. Ezt a megoldást biztosítandó van a sejtjeimben egy olyan mechanizmus, amit úgy hívnak angolul, hogy spindle assembly checkpoint. Ez egy olyan mechanizmus, amely a sejtosztódást, a mitózis nem engedi egy tapottat sem arrébb, ameddig minden mikrotubulus ehhez megy, minden mikrotubulus pedig a másikhoz megy, és hogyha ez az állapot fönnáll, akkor mehet tovább az egész, és ennek az egész masinériának az elemeit meglehetősen jól ismerjük. Ha ezeknek az elemeiknek valamelyike nem működik tisztességesen, abban az esetben az olyan sejteknek a gyakorisága, amelyekben a megszokottnál több vagy kevesebb sejt van, az a normálisnak a sokszorosa lesz, aminek az eredménye az, hogy ezek a sejtek valamelyike túlél, és daganatok lesznek belőle. Hogyha mégis megtörténik az a gyalázat, hogy olyan sejt alakul ki, amelynek a magjában a szokottól eltérő számú kromoszóma van, akkor lép be egy második biztosító mechanizmus, amit úgy hívunk, hogy mitotikus katasztrófa, és az a mitotikus katasztrófa azt eredményezi, hogy ebből a sejtbabból kiszabadul egy fehérje, amit jól ismerünk, inaktiválja a sejtközpontot, a centroszómát, aminek az eredményeként ez a fajta sejt ki van vonva a forgalomból, sőt, ez a rendszer még arról is gondoskodik, hogy ezek a magvak pusztuljanak el és tűnjenek el a színpadról. A stabilitás tehát csak azt jelenti, hogy a sejtjeinkben működnek olyan mechanizmusok, amelyek folyamatosan nézik a sejtek kromoszóma állományát, és hogyha ez a kromoszóma állomány a szokottól eltér, akkor ezeket a sejteket a szervezet kisöpri magából. Bárki megkérdezhetné, hogy na és akkor miért van az, hogyha egyel több van, vagy egyel kevesebb, azt a sejtek nem nagyon szeretik. Kedves hallgatóim, a sejtjeinkben abszolút rend van, minden a helyén van, és azok a molekulaféleségek, amelyek a kuli munkát elvégzik, azok a fehérje molekulák, megfelelő helyen, megfelelő koncentrációban vannak. Vannak olyan fehérje féleségeink, amelyek esetében a kópia számja a génnek, az tulajdonképpen lényegtelen, mert képesek arra kompenzálni, hogy egy van belőle, vagy kettő, vagy három, de olyan génjeink is vannak, amelyekből egy kevés, a fehérje koncentrációja a szokottnak lemegy a felére, ezek a sejtek haploelégtelen állapotban elpusztulnak, meg olyanok is vannak, amelyekből a szokottnál, hogyha több van a kópiából, teljesen épp kópiából, akkor ebből a fehérje feleségből több lesz, a sejt biokémiai egyensúlya felbomlik, és a sejt elkezd mindenféle szamárságokat csinálni, legjobb esetben elpusztul. Ezeket a védekező mechanizmusokat, természetesen van egy valamiféle kapacitásuk, ezeket ki lehet meríteni. Ezeket a védekezési mechanizmusokat úgy lehet ostromolni, hogy olyan környezeti hatásokkal bíbelődik az ember, amelyek ezeknek a védekező mechanizmusoknak a képességét leültetik, tönkreteszik. Meg kellene nézni, hogy a környezeti tényezőket hogyan lehetne abból a szempontból megvizsgálni, hogy okoz rendellenes osztódás vagy sem. Hát a teremtő, ha valakinek úgy tetszik, erre találta ki ezt a kis csodálatos jószágot, amit úgy hívnak, hogy muslicát, amelyiknek a imágó testét alkotó darabkák a lárvális élet során fejlődnek, beleértve a szárnykezdeményeket is, amit úgy hívunk, hogy szárnyimágó korong. Egy ilyen szárnyimágó korong a fejlődés során az úgy működik, hogy valamikor a lárvális állapot kezdetén ennek a sejtjei elkezdenek osztódni, 10 óránként osztódnak mitózissal, és aztán az lerül ki, hogy 10-11 sejtciklus során ezeknek a száma valahova olyan 10 000,
20 ezer környékére nő, ez egy exponenciális sejtnövekedés, és akkor a végén lesz belőle egy muslicának a szárnya. Ha most meg tudjuk azt csinálni, hogy egy olyan Y-kromoszómát hozunk össze, jó, amely egy kicsit különleges, akkor valami nagyszerűt tudunk alkotni. Tessenek csak ide figyelni. Ennek az Y-kromoszómának összesen csak egy néhány génje van, amelyeknek az a szerepe, hogy a spermium farka mozogjon. Ez az egyetlen olyan kromoszóma, amely, hogyha egy sejtből elvész, annak a sejt életképességére, funkciójára semmilyen következménye nincsen. Úgyhogy most azon dolgoztam a munkatársaimmal az elmúlt két évben, hogy készítsünk egy olyan Y-kromoszómát, amelyikbe beültettünk egy ébgént, ezt MWH plusszal jelölöm. Ez két évig tartott, nem volt egyszerű, de megcsináltuk. És akkor készítsünk olyan sejteket, olyan muslica lárvákat, amelyekben benne van egy olyan úgynevezett marker mutáció, hogy azok a sejtek, amelyek erre a marker mutációra homozigóták, hogy egy kis genetikát is becsempésztünk ide, ezekből a szokásos egy helyett egy egész kis bokorra való növekszik. Azokból a sejtekből, amelyekben ugyan benne van ez a mutáció két kópiában, de ott van az ép gén, meg csak egy szőrszál növekszik. Ugye mindenki tudja, hogy a muslica szárny felszínének, mármint hogy két felszínemről is mind a kettő szőrös. Na most, hogyha kezelem ezt a lárvát, benne a szárnykezdemény sejteket, és az kromoszóma vesztés indukál, akkor lesz egy olyan sejt, amelyikből ez a funkció elveszett, ez a sejt életképes, a tulajdonságát átörökíti utódsejtjeire, amit aztán úgy ismerek föl, hogy rákukkantuk a szárnyukra, és látok rajta ilyen kis bokrokat. A szárnyból preparátumot készítünk, ami már egy nagyon egyszerű munka, azokat az ember átbogarázgatja, és hogyha valaki elég ügyes, és tud egy kis abszolút elementális matematikát, akkor meg tudja mondani, hogy annak a kromoszómának a vesztése milyen gyakorisággal következik be, nagyon egyszerű megfontolások alapján. Ez egy néhány adat a műhelyünkből, ahol megvizsgáltunk egyebek mellett sok minden más. A benzol az hihetetlenül nagy intenzitással indukálja a kromoszómák vesztését, de nem csak az, hanem egy kicsit a parketlak is, tetszene tudnám, hogy föl szoktuk sikálni a parketünket, meg annak a hígítója is egy kicsit, de ez nem túlságosan erős ez a hatás, és ez sem. A lényeg tehát az, hogy amióta világ, most először került a kezünkbe egy olyan eszköz, amelyikkel meg tudjuk vizsgálni környezeti tényezőknek azt a hatását, hogy indukálnak kromoszómavesztés vagy sem. És akkor most kezdjük megérteni azt, hogy Angliában az autópályák mentén bizonyos típusú cifra leukémiákból miért volt 20-30-szor annyi, mint a skót legelők környékén. Kezdjük azt megérteni, hogy a karosszéri lakatosok, a cipészek, a szobafestő és mázolók, akik ilyenfajta portékákkal dolgoznak, miért sokkal gyakrabban leukémiások, mint az összes többi ember. Ahhoz, hogy az ember ezt a rendszert összerakja, ahhoz kellett tanulni egy kis genetikát, egy kis muslica biológiát, egy kis molekuláris biológiát, egy kis sejtbiológiát, meg egy kicsit szeretni kell az egészet, és aztán megy magától. Köszönöm.